Kedves nézőink, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum prevenciós hetének keretében Városon diákjai megtekinthettek csütörtökön egy előadást a közösségi média ártalmairól. Most az itt készült felvételeinket láthatják. Ajkán a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2005 óta működik. Intézményünk a térségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működtetésében. Azóta minden évben megszervezzük a prevenciós hét programjait, aminek ezen a héten most mindannyian részese lehettünk. Az iskolákban lehetőség volt a hét minden napján, illetve még a holnapi napon is a noszlopi drogrehabilitációs otthon lakóival való beszélgetésre, illetve a mai napon egy előadást hallgathatunk meg Klaus Melinda, közösségi média specialista előadásában. Én üzenetül azt küldeném nektek gondolatébresztésként, hogy talán gondolkodjatok el azon, hogy ezek a rendezvények, a mai előadás, a beszélgetések a noszlopiakkal mindenkiben fölvázolhatnak egyfajta életutat, egy lehetőséget. A mai világ rengeteg lehetőséget hordoz magában. Mindennyian magunk döntjük el, mindenkinek a saját felelőssége az, hogy melyik utat választja. Mit tart helyes útnak, mennyire fogadja meg azokat a tanácsokat, mások példáját, amik esetleg azt mutatják, hogy vannak eltévejedések. Szóval én mindenkiben a saját felelősséget emelném ki, hogy dönteni magunknak kell a sorsunkról, és később senkit nem hibáztathatunk azért, hogy az életünk úgy alakult, ahogy. A helytelen internet használat miatt melyek azok a legkiugróbb problémák, amelyel leggyakrabban találkoznak? Alapvetően a legjellemzőbb probléma az az, hogy gondolkodás nélkül megadják az adataikat az emberek olyan felületeken, amin nem biztos, hogy az jó nekik, illetve hosszú távon visszaélhetnek az adataikkal. Olyan fényképeket osztanak meg, olyan információkat közölnek önmagukról, ami már a személyes érát érinti, és azt gondolják, hogy ha beállítják például azt, hogy csak ismerősöknek jelenjen meg az a tartalom, vagy ne adj Isten később meggondolják magukat, és letörölnek egy-egy fényképet vagy bejegyzést, az nem visszakereshető. Pedig az interneten minden visszaállítható és visszakereshető, nem kell ahhoz túlzottan informatikusnak lenni a mai világban, hogy minden egyes adatot felfedezzünk a másik emberről. Melyek azok az adatok, amelyeket lehetőleg sohasem adjunk meg senkinek az interneten? Legfontosabb az, hogy a személyes éránkat érintő lakcímünk, telefonszámunk, az az elsődleges, ami semmiképpen. Bankkártya, számadatok, lakcímadatok, ezek szintén fontos adatok, amiket nem szabad kiadni, de ezzel kapcsolatban ugyanígy fontos adat lehet mindenkinek a magánéletét érintő, akár a gyerekeiről szóló fényképek, akár az, hogy milyen iskolában tanul. Lehet, hogy ez bizonyos helyzetben, ez annyira személyes adat, hogy ezt nem kéne megadni. Terjed főként a fiatalok körében az internetes vásárlás. Hol tudjuk kiszűrni azt, hogy melyik portálokról rendelhetünk, és mi az, ahonnan lehetőleg ne? Internetes vásárlás esetében az a tapasztalat, a statisztikák, illetve a tanulmányok azt mutatják, hogy a 40 fölötti generációnál jelent problémát, hogy internetes vásárlás esetében túlzottan megbíznak mindenkiben. Tehát olyan magánszemélyektől is berendelnek, akiket korábban, teszem azt, negatívan értékeltek a többiek, vagy egyáltalán olyan oldalakról rendelnek, ami nem megbízható. Minőségi webáruházakat általában ár összehasonlító oldalakon keresztül tudnak megtalálni az emberek. Tehát mindenképpen a webáruházas vásárlás előnyben érdemes részesíteni, magánszemélyektől pedig akkor, hogyha tudjuk azt, hogy nem előre fizetünk, hanem lehetőség szerint inkább a postázást követően. Rengeteg oldalon vannak fent nyeremények, és sokan lájkolnak, megadják az adataikat. Honnan lehet tudni, hogy valóban egy szálloda hirdete egy hosszú hétvégét a lájkolóknak a reklámért cserébe, vagy pedig valaki kamuból feltett valamit, és adathalászokkal van dolgunk? Hát ez sajnos előzetesen nagyon nehéz kinyomozni. Az a legbiztosabb, hogyha rákeresünk, vagy rákérdezünk akár a szolgáltatónál, hogy biztosan ő hirdette meg a nyereményjátékot. Általában a szabálytalan nyereményjátékoknál nincsen adatkezelési szabályzat, játékszabályzat, ez is árulkodó, illetve olyan
oldalakra mutatnak, ami egy-egy betű elírásával hasonlít az eredeti oldalra, akár egy szálloda oldalára, akár egy más szolgáltató oldalára, de mégsem az a valódi oldal. Jön a nyár, sokan mennek nyaralni. Sokan felteszik az internetes oldalukra, hogy ne keressél, mert itt vagyok, vagy ott vagyok, vagy nyaralás közben töltenek fel képeket, esetleg utána. Ebben mi a veszély? Alapvetően az, hogy információt szolgáltatunk arról, hogy nem tartózkodunk otthon. Amikor nem tartózkodunk otthon, és ne adj Isten, korábban olyan fényképeket osztottunk meg, ami a lakás belsejét mutatja, ami mutatja a jövedelmi helyzetünket, vagy például a gyermekünk megosztotta, hogy újabban kapott egy Xboxot, vagy egy új játékkonzolt, vagy bármilyen más terméket, szolgáltatást, akkor ez a két információ együtt egy okot adhat betörésre. Jobb-e az ilyenektől tartózkodni, és inkább utólag közölni a nyaralási élményét, illetve hírét. Pályaválasztás előtt álló fiatalok elég gyakran töltenek fel magukról buliképet, vagy olyan képet, ami nem biztos, hogy előnyösen ábrázolja őket, bár lehet, hogy a kortársaiknak nagyon tetszik. Munkáltatók figyelik-e az ilyen oldalakat, és az esetleg lehet-e egy elutasítás oka? Hivatalosan jogszabályilag nem lehet, mert hiszen ez megkülönböztetésnek minősül. Azonban egy személyes benyomást minden felvételiztetőben, vizsgáztatóban, munkaadóban kialakít egy közösségi média profil. És ez alapján befolyásolja tulajdonképpen az alkalmazását az illetőnek. Tehát érdemes mindig munkavállalás előtt körbenézni, hogy milyen az elsődleges profilunk, milyen fényképeket, milyen információkat adtunk meg magunkról, de nagyon fontos azzal tisztában lenni, hogy az ilyen fényképek alatti hozzászólásokat is érdemes letisztázni, és ilyenkor akár az ismerősöket is megkérni, hogy tartózkodjanak az esetleg nem odaillő kommentektől és hozzászólásoktól. Az ismerősi kapcsolattartás ma már gyakran elképzelhetetlen közösségi oldalak nélkül, főleg, hogyha fél családunk külföldön vagy tőlünk távol él. Hogy tudjuk ezeket az oldalakat a lehető legnagyobb biztonsággal használni? Hát igazániból alapvető szabály nincsen. Tehát az a legfontosabb, hogy mielőtt bármit föltöltünk a felületre, gondolkodjunk, hogy egy év múlva, illetve hogyha nyilvánosságra kerül, akkor is büszkék leszünk-e az adott tartalomra. Más egyéb jó tanács azt gondolom, hogy nincsen a mai korban, illetve a mai felületeken. Sokan a korábban feltöltött képeket le szeretnék venni a közösségi portáról vagy a profiljukról. Ezt meg tudják-e tenni egy egyszerű kattintással, és az általunk feltöltött képeknek ki a tulajdonosa? Amikor feltöltünk bármilyen tartalmat, tehát ez kép is lehet, szöveg, videó, bármilyen egyéb tartalom, képeknél jellemző, hogy az emberek ahhoz társítják igazániból az információt, de alapvetően bármit, amit feltöltünk, az onnantól az adott felület tulajdona. A legtöbb közösségi oldal legalábbis ezt írja az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatában, amit elfogadtunk akkor, amikor beregisztráltunk a felületre. Tehát nagyon fontos ezzel tisztában lenni. Hogyha le akarunk törölni bármilyen képet, akkor az adott funkciót nyújtó szervezet, szolgáltató szerverein ott van, és bármikor vissza tudja állítani, illetve korábban is a feltöltést követően bárki leprint screenelhette, lementhette a képeinket, tehát ilyet én, ha már feltöltöttük, az ott van az interneten. Tehát ezzel érdemes tisztában lenni. Az álprofilok készítésének van-e valami jogi következménye? Álprofilok esetében akkor van probléma, amikor visszaélnek az álprofilokkal, tehát akár egy nyereményjátékon vesz részt az illető, vagy pedig olyan személyes hasznokat ér el vele, meg téveszt másokat, ami a jogi gyakorlatba beleillik. Hivatalosan a mindegyik profil rendelkezik arról, hogy álprofilokat nem lehet létrehozni, mindegyik oldalon ez elő van írva. Ezzel az emberek, illetve maguk az oldal készítői nem mindig foglalkoznak, inkább akkor van ennek jogi következménye, illetve problémaköre, amikor visszaélés történik az álprofilok miatt.